Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 24 órán át pásztázzák az utakat. Országos sebességmérési akciót hajtott végre a rendőrség. Földnapja. Szekszárdon már pénteken készültek a szombati jeles alkalomra. Elkezdődtek az óvodai beiratkozások. Április 20-a és május 20-a között várják a szülőket és a kicsiket a szakemberek. Völgységi versmondó verseny. Bonyhádra 30-nál több diák érkezett a megmérettetésre. 24 órán keresztül kezdtek sebességmérésbe a rendőrök pénteken reggel 6 órakor, nem csak Tolna vármegyében, hanem az egész országban. Összesen több mint 400 ponton ellenőrizték a közlekedőket egy Európai Uniós kampány részeként. Néhány hónapja készítettük ezeket a felvételeket, akkor a rendőrség munkatársai 24 órán keresztül pásztázták az utakat Tolna vármegyében egy nemzetközi akció részeként. Gyorshajtókra vadásztak, és ehhez rengeteg trafipaxot is bevetettek. Most ismét hasonló zajlik az országnak ezen a részén, az ellenőrzések pénteken már el is kezdődtek, és egészen hétvégéig tartanak. Mai napon 21-én reggel 6 órától holnap reggel 6 óráig 24 órában folyamatosan mérik a sebességet az ország útjain, nem csak a Tolna vármegyei rendőrök, hanem a vármegyék többi helyszínein is. Erről korábban tájékoztattuk az állampolgárokat, és a polisz.hu felületen most is megtekinthetik azt, hogy hol, mikor, milyen helyszíneken várható sebességellenőrzés. A rendőrség munkatársai Tolna vármegye mind az 5 járásában vadásznak a gyorshajtókra egészen szombat reggel 6 óráig. Mindenkinek szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy ez az akció nem azért történik, mert az embereket szeretnénk mindenáron szankcionálni, hanem igenis szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogyha a szabályokat maradéktalanul betartjuk, így a sebességhatárokat is, akkor a balesetek elkerülhetőek, és mindenki biztonsággal haza tud jutni. A polisz.hu internetes oldalon pedig nyomon követhető volt, és szombaton is az lesz, hogy hol mérnek éppen a rendőrök. Munkaszüneti nap lesz a jövő héten a rendőrségen, mivel április 24-e Szent György napja, a rendőrség napja, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata pénteken. Ennek alkalmából április 24-e az egyenruhások számára munkaszüneti nap, ezért a vármegyei rendőrfőkapitányságokon, a rendőrkapitányságokon és a határrendészeti kirendeltségeken ezen a napon az ügyfélfogadás szünetel. Hozzátették, a készenléti és a közterületi szolgálat ellátás ugyanakkor folyamatos, és a bejelentések felvétele is biztosított a rendőrkapitányságokon. A kormány döntött arról, hogy a mikrovállalkozások számára az átlagfogyasztás felett csökkenti a kilovattóránkénti áramárat, közölte a miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a korábban egyetemes szolgáltatásra jogosult mikrovállalkozások esetében az átlagfogyasztásig eddig is kedvezményes tarifát érvényesített a kormány, azonban e felett 165 forintot fizettek ezek a cégek kilovattóránként. Ezt most a lakossági piaci árral megegyezően 70 forint per kilowattórára csökkentik. Úgy gondoljuk, hogy ez a mikrovállalkozásoknak legfeljebb 10 főt foglalkoztató, legfeljebb 2 millió euró árbevétel rendelkező mikrovállalkozások számára, akik korábban egyetemes szolgáltatásra voltak jogosultak, komoly segítséget jelent. A kormány rezsicsökkentés politikáját fenntartja. Nagyon sokat tettünk, és nagyon sokat fizetünk azért, hogy a lakossági fogyasztás az átlagfogyasztásig továbbra is változatlan áron történjen. Ez közel 1500 milliárd forint az idei évben. Ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk, hogy ahol és amilyen mértékben tudunk, a gazdaságnak se kelljen elviselhetetlen terheket fizetni, és nyilván a gazdaságnak az a része, ami leginkább függ az energiaköltségektől, azok a kis vállalkozások. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fokozottan ellenőrzi az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát április 14-e óta. Egy kormányrendelet alapján egyes Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek csak tranzitszállítmányként haladhatnak át Magyarországon, ezért a NAV Magyarország-Európai Uniós külső vámhatárain és az ország egész területén vizsgálja az érintett termékek árutovábbítási eljárásait. A folyamatos felügyelet célja, hogy ezek a termékek a hazai piacon ne kerülhessenek forgalomba, tájékoztattak. Tudatták azt is, hogy az Ukrajnából az EU más tagállamain, elsősorban Szlovákián és Románián
Románián keresztül érkező szállítmányokat mélységi ellenőrzéssel követi nyomon a hatóság. A tranzit szállítmányok Magyarországról történő kilépését elektronikus eszközökkel és pénzügyörök bevonásával is ellenőrzi a hatóság az illegális lerakások megakadályozására. Április 22-e a Föld napja. Ekkor és az ehhez közeli időpontokban különféle eseményeket rendeznek világszerte, amelyekkel felhívják a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Szekszárdon például gimnazistáknak rendeztek programokat. Akkor kezdték észrevenni a 70-es években, hogy az ember hogyan hat a Földre, a környezetünkre, a természetes élővilágra, és kezdtek olyan mozgalmak elindulni, amik felhívják a figyelmet, hogy figyeljünk oda, hogy hogy élünk. A Föld napjának történetéről és bolygónk kialakulásáról is rendhagyó előadásokat hallgathattak meg a szekszárdi első Béla gimnázium diákjai pénteken. Ebben a középiskolában különösen figyelnek arra, hogy környezettudatos módon tanítsák a fiatalokat, ezért itt a természettudományos oktatás nagy hangsúlyt kap. A fiatalok közül többen kutatásokban is részt vesznek a Szegedi Tudományegyetemmel közösen. A mi kutatásunk a trikálcium aluminát katalizátor előállítása és alkalmazása glicerin karbonát előállítása során. Ezt így röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy az alumínium gyártásban sok melléktermék van. Az egyik ezek közül a TCA egy bizonyos alkotóeleme, és ezt a katalizátorként használjuk, és valami hasznosat állítunk belőle elő. Főként az alternatív üzemanyagoknak az alapanyaga. Az Amerikából indult Föld napja mozgalomhoz Magyarország az elsők között 1990-ben csatlakozott. Azóta április 22-én vagy az ehhez közeli időpontokban országszerte akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Szerintem fontos, hogy tartsunk a Föld napját, mert nagyon fontos a környezetvédelem is, főleg manapság szerintem. Figyeljük meg, és amikor a Föld keletkezett, akkor minden nagyon meleg volt. A közel fél évszázaddal ezelőtt 43 éve indult kezdeményezés, ma is évről évre újabb és újabb akciókra sarkalja az emberiséget nemzetközi szinten és idehaza is. Nagyon fontos az iskolában, és főleg a természettudományos oktatásnál, hogy megemlékezzünk azokról a nagy eseményekről, víznapja, földnapja, tehát amelyek meghatározzák az életünket, nem beszélve arról, hogy az iskolán kitültötten egy olyan iskola, aki saját kis kertjével rendelkezik, ahol a madarakra odafigyelünk. A Föld napja mozgalom egyik jelmondata ez, idézem, kimondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot. Elérhetők az e-felvételi rendszer ügyintézési funkciói a felvi.hu-n, így a felsőoktatásba jelentkezők ellenőrizhetik, módosíthatják adataikat, pótolhatják az esetleg még hiányzó dokumentumaikat, illetve egyetlen alkalommal megváltoztathatják az eredeti jelentkezési sorrendjüket, közölte az Oktatási Hivatal pénteken. A felvételizők az e-felvételiben azt is nyomon követhetik, hogy az egyes jelentkezési helyeiken a pillanatnyilag rendelkezésre álló igazolt eredmények alapján éppen hány pontjuk van, tudatta a hivatal. Hozzátették, mivel az adatok folyamatosan frissülnek, mindenkinek érdemes megtekintenie a felületet akkor is, ha semmit sem kell módosítania. A ponthatárok az eredmények kihirdetésére várhatóan 2023. július 26-án kerül sor, olvasható a közleményben. Elkezdődött az óvodai beiratkozások időszaka. A legtöbb helyen jövő hét elején indul a nagyüzem, de van, ahol már csütörtök óta várják a szülőket és a velük érkező piciket. Jó, akkor mit hozz? Kitöltöm, és utána akkor átbeszéljük, hogy mit szeretnék. Folyamatosan érkeznek a szülők és a gyerekek a szekszárdi Wunderland óvodába. Itt már a hét második felétől várják őket. Az intézményben február óta több óvi hívogató napot is tartottak, amik során a kicsik belekóstolhattak abba, milyen is lesz ide járni. Most pedig jövő hét keddig, április 25-éig készültek a hozzájuk érkezők fogadására. Gyermekjátszót rendeztünk be itt az óvodában, várjuk a gyerekeket is, tehát szoktuk kérni, hogy a szülők hozzák magukkal a beiratandó gyermeküket. Itt ismerkedésre van lehetőség a csoportokkal, az óvodapedagógusokkal. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy ezeken a napokon is akkor betekintést nyerjenek a csoportok életébe, illetve az udvaron tudjanak önfeledten játszani a gyerekek.
Ebbe az óvodába jelenleg közel 200 gyerek jár, de még tudnak fogadni új jelentkezőket. Ennek feltétele, hogy a kicsi augusztus 31-ig betöltse a harmadik életévét. Ebben az esetben muszáj napi 4 órát óvodában töltenie. Ez alól csak különleges esetben kapható felmentés, amit április 15-ig kellett igényelni, de olyan szülő is kérheti a felvételt, akinek a gyermeke december 31-ig lesz 3 éves. A gyermekeknek a születési anyakönyvi kivonatára vagy a személyigazolványára van szükség, hogyha van tajkártyára, lakcímkártyára. Ezek mellett a szülők személyes adatait is meg kell adni beiratkozáskor. Tamásiban az önkormányzati fenntartású Aranyerdő óvodában jövő héten hétfőn és kedden reggel 7 és délután 5 óra között zajlik a beiratás. A legtöbb intézményben így itt is azokat a gyerekeket is fogadják, akik még nem teljesen szobatiszták. Ilyen esetben viszont a szülők segítségét kérik a szakemberek. Ilyen esetekben megkérjük a szülőt, hogy legfeljebb napi 4 órába, amit a törvény előír, addig tartózkodjon óvodába. És hát természetesen nyilván hát pelenkával vannak itt azok a gyerekek, ezért is kérjük a rövidített itt tartózkodását a gyermeknek. Ha pedig a szülők ezt például munkavégzés miatt nem tudják megoldani, akkor a pedagógusok azt kérik, vigyenek be elegendő pelenkát az óvodába. Az idei évben egyébként a hivatalos beiratkozási időszak országosan április 20-a és május 20-a közé esik. Rangos szakmai kitüntetéssel, IKOMOSZ díjjal ismerték el a döntéshozók az Ermer Vojnics mauzóleum felújítását. Az épület helyreállításáért, a gondos előkészítésért, a résztvevők példás együttműködéséért, valamint a nemzeti emlékhely méltó létrehozásáért díjazta a völgységieket az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság. Az épület tervezője Szász Gábor a tavaly összezárult beruházás koordinációját ellátó építész úgy fogalmazott, köszönet illeti mindazokat, akik szakértelmükkel, munkájukkal hozzájárultak a mauzóleum példaértékű felújításához. Ez a díj valamennyiük szerepvállalását elismeri. Ismét szebbnél szebb dalok, dallamok csendültek fel a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében, amely a Bogár István emlékére rendezett Tolna vármegyei Cinege-Madár népdaléneklési verseny elődöntőinek helyszíne volt. 2023-ban 37 egyéni vagy csoportos fellépő állt a zsűri elé különböző népdalokkal. A döntőre május 26-án kerül sor, az ott fellépő legjobb szólisták és együttesek meghívást kapnak a szekszárdi születi napokon tartandó Cinege-Madár gálára. A Bonyhádi Általános Iskola idén is megrendezte völgységi versmondó versenyét, amelyre 7 településről 30-nál több tanuló érkezett a Solymár Imre Városi Könyvtárba. Az 1-től 8. osztályosok számára meghirdetett versenyen bármely klasszikus irodalmi alkotással kiállhattak a diákok a zsűri elé. Vettek egyet szüleim a cirkuszba. Nem kellett, hogy kétszer mondják. Mentem velük izgulva! A vers a Bonyhádi Általános Iskola, gimnázium és ami szervezésében megrendezett versmondó versenyen hangzott el. A helyi és környékbeli iskolák diákjai számára hirdette meg völgységi versmondó versenyét az intézmény. A rendezvénynek hosszú évekre visszanyúló hagyományai vannak. A szervezők fontosnak tartják, hogy ne csak a saját iskolájuk falain belül mutathassák meg a diákok tehetségüket. Maximum 4 perces verseket mondhatnak, és az egy alapvetés volt, hogy ne a verses mesék legyenek előtérben, hanem inkább a klasszikus irodalmi alkotások kerüljenek előtérbe. A versenyt iskolai szinten egy válogatás előzte meg, így az egyes oktatási intézményeket a legjobbnak ítélt diákok képviselték a völgységi versmondó versenyen, ahol 3-tagú zsűri értékelte a nebulok előadásait. Igen, szerte ágazó a versválasztás, tehát sok olyan költemény is van köztük, akiknek a szerzőjét nem nagyon ismerjük, de az biztos, hogy a gyerekekhez illő verseket választották, tehát nagyon, nagyon jó választás volt a részükről. A zsűri elnöke kiemelte, ahhoz, hogy a gyerekek megszeressék a verseket, fontos, hogy a figyelmüket felkeltő és az őket érdeklő alkotásokkal kerüljenek először kapcsolatba. A versmondásnak köszönhetően sokkal magabiztosabb felnőttek válhatnak a fiatalokból. A korosztályok legjobbjai oklevélben és könyvjutalomban részesültek a délután folyamán. Regionális híreink következnek. Nem fért el, ezért letolta az útjába álló autót.
120 000 forint kárt okozott a pécsi férfi. Megnyílt a Karakulit Nemzetközi Árnyjáték Fesztivál. 12 országból érkeztek társulatok a pécsi rendezvényre. 7 sporták 6-7-es ciklusban. A partner egyesületekkel együttműködve ismerkednek a cserepkás gyerekek. 120 000 forint kárt okozott egy gépjárműben az a férfi, aki ellen vádat emelt a pécsi járási ügyészség. A vádlott terepjárójával közlekedett a Baranya vármegye Székhely belvárosában, ám a szűk utcában a parkoló autók miatt nem fért el. Amikor a rossz helyen parkoló jármű sofőrje megjelent, a férfi nem várta meg, amíg eláll az útból, helyette elindult és szándékosan nekiment az autónak, majd letolta azt. Cselekménye a garázdaság és a rongálás vétségének megállapítására alkalmas. A pécsi járási ügyészség többek között garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki miután nem fért el az autójával a parkológépkocsik mellett, letolta az útról. A vádirati tényállás szerint a férfi 2022. szeptemberében Pécs belvárosában közlekedett terepjáró személygépkocsijával. Az esetről egy biztonsági kamera készített felvételt, amelyen jól látható a cselekmény. A szűk úton parkológépkocsik miatt nem tudott elhaladni. Ekkor többször dudált, mikor az egyik parkológépjárműnek a tulajdonosa megjelent a helyszínen, elállt az autójával, azonban ennek ellenére továbbra sem tudott elhaladni az ott parkolott többi autó miatt. Ekkor a férfi még várakozott egy darabig, tovább dudált. Amikor a rossz helyen parkoló autó tulajdonosa megjelent, megpróbált elállni a járművével, azonban a vádlott ezt már nem várta meg. A gépkocsijával elindult, és egyszerűen az útból letolta a rossz helyen parkoló gépkocsit. Ezt követően, mikor az út szabad lett előtte, továbbhajtott és hazament. A rongálásra mintegy 120 000 forint kárt okozott az autóban. Az elkövető cselekménye a garázdaság, illetve a rongálás vétségének a megállapítására alkalmas. Az ügyészség pénzbüntetésre tett indítványt. Felvonulással indult a második Karakulit Nemzetközi Árnyjáték Fesztivál Pécsen a belvárosban. Az idei esemény sorozatot is a Márkus Színház szervezte. A bábművészeti világtalálkozó a 10. színházi olimpia keretében valósul meg. Távoli országok bábosai hozták el művészetüket, tudásukat Pécsre, hogy 5 napon át többek között a város színházaiban, kulturális intézményeiben szórakoztassák a közönséget, valamint kiállításokon bemutassák az árnyjáték történetét. Dobszó kíséretében vonultak fel a nemzetközi árnyjátékosok Pécs főterére az ünnepélyes megnyitó alkalmával szerdán este. Még 2017-ben rendezték meg első alkalommal a Karakulit Nemzetközi Árnyjáték Fesztivált a Márkus Színház alapítói Pilári Gábor és Vada Zsuzsanna. Most is ők szervezték. A fellépők 12 országból hozták el művészetüket, hogy megmutassák az árnyszínház kultúráját. Minden korosztályra gondoltak a szervezők. Európa, Indonézia, India, Tájván, így a keletiek, és Görögország, onnan is érkezik egy nagyon jó színház, karagőzjátékot fognak játszani, és aztán spanyol, Franciaország, Anglia, Belgium, és Csehország, és Lengyelország is még. Eredetileg 3 évente tervezték, de a Covid miatt most összesen 6 év után hozták össze másodszor a bábművészeti világtalálkozót. A fesztivál a 10. színházi olimpia keretében valósul meg. Mi imádjuk az árnyszínházat, és mivel sokat jártunk keleten, egyszer csak azt gondoltuk, két kedves díszlettervező, bábtervező barátunkkal, hogy akkor elmegyünk Indonéziába is. És az indonéz kapcsolatok igazából innen jöttek. A fesztivál április 23-áig többek között a város színházaiban, kulturális intézményeiben szórakoztatja a közönséget. Ezen kívül kiállítások, workshop, kísérleti alkotóműhely várja az árnyjáték kultúrája iránt érdeklődő látogatókat. A pécsi Cserepka iskola sportágválasztó programjában a labdarúgó foglalkozásokon tanultakat mutatták be az első osztályosok szüleiknek. A köznevelési típusú sportiskolában 6-7-es váltásban 7 sportággal ismerkedhetnek meg a gyerekek. A foglalkozásokat a partneregyesületek edzői tartják. Még korábban mindössze 1, mára már 3 első osztályt tud indítani a pécsi Cserepka iskola. Mindez mások mellett az intézmény sportág választó programjának is köszönhető. Az elmúlt évek szemléletváltásának köszönhetően most eljutottunk odáig, hogy elsősorban a tanulók tehetséggondozására és sokkal kevésbé a felzárkóztatására kell koncentrálnunk. Na most ez a sportág választó program azt gondolom, hogy neki nagyon jól látható jele. De mondhatnék mást is egyébként, ugye megteremtettük a lehetőséget annak, hogy a gyerekek zenét
tanuljanak. Beépítettük a sakkot például, a néptáncot a tanrendbe. Tehát nem csak a sport, hanem a humán oldal felé is nyitottuk. A gyerekek 6-7-es ciklusban ismerkednek meg a szivacs kézilabda, a kosárlabda, a judó, a torna, az úszás és a tenisz sportágakkal. Iskolánk több éve indította ezt a sportág választó programot, melyben az első osztályosok 6-7-enként különféle sportágakkal ismerkednek meg, és ennek az egyik állomása a mai, amikor a labdarúgás sportágban tanultakat mutatjuk meg a szülőknek, illetve egy kisebb mérést is végzünk a gyerekek körében. A labdarúgás alapjait a PMFC edzői tanítják meg a tanulóknak. Partner iskolai program keretén belül a Cserepka általános és középiskolával kezdtük mi el ezt a programot, amin a testnevelés órák keretein belül ismertetjük meg az első és a második osztályos gyerekeket a labdarúgással, és itt tartottunk foglalkozásokat nekik. A foglalkozás úgy épül fel, mint egy labdarúgó edzés. Először kezdünk nyilván egy kis fogocskával, kis gyorsasági feladatokkal, utána lesz egy verseny, lesz labda nélküli verseny, illetve labdás verseny, nyilván itt próbáljuk a láb felé terelni a labdát, és utána pedig futball lesz a végén. A köznevelési típusú sportiskolában a foglalkozásokat a partneregyesületek, a PMFC, a PSN ZRT, a PVSK, a Rádgéber Kosárlabda Akadémia és a Gulyás István Teniszcentrum edzői tartják. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer röviden. 24 órán át pásztázzák az utakat, országos sebességmérési akciót hajtott végre a rendőrség. Földnapja. Szekszárdon már pénteken készültek a szombati jeles alkalomra. Elkezdődtek az óvodai beiratkozások. Április 20-a és május 20-a között várják a szülőket és a kicsiket a szakemberek. Völgységi versmondó verseny. Bonyhádra 30-nál több diák érkezett a megmérettetésre. Szombaton folytatódik az alapvetően napsütéses, enyhe évszakos átlagnak megfelelő időjárás. Elvétve kialakulhat gyenge zápor, gyenge mérsékelt lesz a légmozgás, éjszaka eseménytelen idő és kevés felhő ígérkezik. Vasárnap kifejezetten kellemes tavaszi idő várható. Délelőtt az ország nagy részén sok napsütés ígérkezik, majd délután nyugaton növekedni kezd a felhőzet. Hétfőn egy hidegfront alakítja időjárásunkat, emiatt alapvetően erősen felhős, borongos, hűvös idő várható esővel, záporokkal. Főként délen zivatar is kialakulhat. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!